Csá! Éj! Igen, de elfoglalkozz vele, ezt csak dokumentálom a dolgokat. Na, ígyunk! Köszönöm! Köszönöm a meghívást és a viszkit! Láttad ezt az új horror? Amit kilinkeltél? Evil Dead? Vagy Dead Evil Dead? Evil Dead. Na, persze, két napja megnéztem. Nagyon jó volt, kemény is gyomrom hozzá. Nem annyira félelmetes, de én ezt tudom, hogy azért... Inkább gusztustalan, mint félelmetes vagy? Nem félelmetes, tehát ma már az ilyen horror film, amiben tudod, hogy... Jó, én fosós vagyok. Tudom, hogy fosós vagy, de nekem meg már nem üti meg az inger küszöbömet. Csá, ez itt a Soroksár éjszakák, Subi vagyok, és ez itt a Kiste démoni könyv olvasása, démoni idézés céljából című trükk. Kiste, kezdheted. Subili! És Sabili, és Sibili, és Sabili, Isé, Sajha! És Sibili, és Sabili, és Sibili, és Sabili, Isé, Sajha! Kanda! 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 Nekem még ezek a talált filmek, hogy Paranormal Activity idegvel is, ezek megütötték az inger küszöbömet, mert beleéltem magam. Meg nagyon ott voltam, de most már ez, hogy úgyis az van, hogy ezt úgyis kinyírják, hogy kiszámíthatók van már a horror filmek. Abszolút. És ezt sajnos nem tudja levedni a stílus magáról. Feka meghal. Pontosan. Vagy pont az, hogy túléli, meg a csaj, meg ilyenek. De ahhoz képest, ha egy tekintetben eredeti tudsz maradni, hogyha horror filmet csinálsz, akkor nem az az eredetiség mércéje, hogy befosatod-e a nézőközönséget vagy nem, hanem hogy a műfajon belül eredeti tudsz-e maradni. És minek után mondtam, hogy annyira kiszámíthatok ma már a horrorfilmek, és amikor jön egy, és nem eredetiek, tehát mindig azt az ugyanazt a sablont használják. Tehát horrorfilm, oké, mi van? Jó. Te hogy csinálod meg? Jogos a kérdés, mert nem tudom. Nagyon sokat gondolkodtam ezzel, hogy horrorfilmet hogy csinálnék, de az biztos, hogy nem használnám ezeket a... Tudod, ezeket ja, igen, azt utálom meg. Én ezért utálok horrorfilmet nézni, mert ne attól ijedjek meg. Pontosan. Hogy egy hangot benyomnak, és akkor összefogod magad, mert annak semmi értelme nincsen. Én ezt nem akartam, elég sokat ittunk, de én nem tudom, hogy mi történt vele, én tényleg csak viszkit ittunk egész éjjel. Subi! Valami nagyon nagy baj van, könyörgök, valaki segítsen, valaki segítsen! Hang nélkül nézzél végig egy horrorfilmet, így fogod végülni. Így van. Az Evil Deadben ez jó volt, hogy viszonylag kisporolták ezeket a jeleneteket, és mindig azt csinálták, hogy megmutatták, jó, ott a szörny, oké, felfogott, beszartál, és akkor talán egy hangeffekt. Aha. Érted? Tehát ezt jól csinálták. Meg ez egy remake. A horror remake-eket nagyon el szokták cseszni, mert nem akarnak eredetiek maradni. Egyrészt a régi horrorfilmeket felhasználtak mindenféle régi bábút, tudod? Tehát, hogyha vér volt, akkor művér. Hogyha csontváz volt, akkor fogtak egy csontvázt, azt azzal tátoltak. De ma már produceri utasításokból, meg költségvetési okokból inkább CGI-t, computer animációt használnak. Ami valljuk be, hogy egyáltalán nem hiteles. Tehát nézed a horrorfilmet, és egy ilyen animált szörny elsétál, te néző tudod, hogy ez nem igazi. Ellenben például Alien 2, nem horror, hanem sci-fi. Nem tudom, megnézted az Alien 2-t, de amikor ott a Ripley elnéz a folyosó végén, és behajol a királynő, akkor ott a királynő hajol be. Jó, hogy egy gép, és a fele van meg kb. Aha. De ott látod, hogy hitelesen mozog, ott valami mozog, nem csak egy zöld háttérre bevetítettek valamit. Hogy az is ilyen számítógép. Darab animáció nincs abban a filmben, nem volt még olyankor CGI. Bejöttem a szobámba, nem tudom, hogy mit csinálják, és ami teljesen megörült tiszta hülye. Jézusom, mit csinálja? Jézusom, Úristen, valaki van kint, valaki van odakint, Jézusom. Láttad az új izért? Johnny Walker reklámot? Nem. Amikor sétál a srác? Nem. Hülye kínaiak megcsinálták. Jet Li-t. Újra életre keltették. Jet Li él még? Bruce Lee. Bocsánat, igen. Bruce Lee-t életre keltették. Tehát annyira jó az animáció, hogy egy-két helyen látod. Ezek nekromanták a Johnny Walkernél? Vagy micsoda? Nem tudom, de... Életre keltik Bruce Lee-t.
Nem tudom, de kurva jó, és az egyik ilyen nagyon-nagyon híres mondatát építették bele a reklámba, tudod, hogy a víz az minden, és hogy legyél víz. Hogy a víz alkalmazkodik mindenhez, akkor a víz az az élet, és így elmondja, hogy neki mi az, hogy víz. Érted? És hogyha mindenki teheti, akkor inkább legyen víz. Tehát, hogyha te most beleöntöd a vizet a pohárba, felveszi a formáját. Tehát alkalmazkodó igazából, ez a lényege az egésznek, és kurva. Legyél viszki. Igen, legyél viszki. Soroksári gangster, szerettem a fekákat, a nagy seggeket. Ez az pucs. Soroksáron élek. Wiki wiki. Ez az kis ragam. Nyomatom a dolgaimat. Rágyújtok egy cigarettára. Wow, wow, wow. A Subi elfújta a lángomat. De nem a lángét, hanem az én lángomat. Yo! Megy a felvétel? Megy a felvétel? Kiszte? Sorosan nők és a viszki. Nem is kell egyéb. Üveg, a kólás doboz. Üveg. Viszki. Kiszte? Oh, wow.